Köszöntöm nézőinket! Önök a Hír Hét legfrissebb adását látják. Mai műsorunkban a következő témákkal készültünk. Egy éves születésnapot ünnepel a Camilla Hotel. Elhagyott gyermekek címmel nyílt kiállítása a Semsei Kastélyban. Adásunk elején azonban tekintsék meg a Berecz József kapitányságvezetővel készített interjúnkat, aki az elmúlt év esetszámainak csökkenéséről számolt be. Tartsanak velünk! Balmazújváros önkormányzatának képviselőtestülete legutóbbi munkarendszerinti ülésén elfogadta a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság éves beszámolóját. Kapitányságvezető úrral beszélgetek, mi az, amit a múlt évből ki tud emelni a lakosságnak feltárni, hogy miben volt jó, sikeres az év, sikerült-e teljesíteni a terveket és az elvárásokat. Köszöntöm a televízió nézőit. Sikerült teljesíteni az elvárásokat, ha röviden szeretném értékelni a 21-es évet, akkor azt kell mondanom, hogy jó évünk volt. Ha bővebben azt mondanám, hogy nagyon jó évünk volt, és néhány számadattal ezeket szeretném alátámasztani. A kapitányság több mint 30 éves történetének legeredményesebb évét zártuk bűnügyi tekintetben, ami azt jelenti, hogy a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén még soha nem regisztráltunk ennyire kevés bűncselekményt, mint a 2021. évben. A kapitánysághoz 5 település tartozik: Balmazújváros székhelyjel, Tiszacsegeváros, egyek nagyközség, Újszentmargita, illetve Hortobágy községek. Az 5 település vonatkozásában közel 20%-os csökkenés sikerült elérni az előző évi adatokhoz képest. 198 bűncselekményt regisztráltunk összesen az 5 település vonatkozásában. Csak összehasonlításképp 2010-ben 1323 volt ez a szám, és ami úgy gondolom, hogy egy objektív képet mutat egy terület bűnügyi fertőzöttségéről, az a 100 000 lakosra jutó bűncselekmények száma. Ez sikerült 683-ra csökkenteni, tehát bőven 1000 alá, és megint egy 2010-es értéket hagy hozzak, ez 4400 fölötti volt 2010-ben ez a szám. Sem Balmazújvároson, sem pedig a illetékességi területen nem volt rablás, illetve nem követtek ember-ölést, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen ezek a két legsúlyosabb kategóriájú bűncselekmény, amit úgy általában el szoktak követni. Konkrétan Balmazújvárosra szűkítve a számadatokat, 127-ről mindössze 89-re sikerült csökkenteni a regisztrált bűncselekmények számát 2021-ben, ebben minden benne van. Ebben a tartás elmulasztástól, a lopáson át, a csalásig minden bűncselekmény beletartozik. Megint 2010-re szeretnék visszautalni, 578 bűncselekmény volt 2010-ben, amit regisztráltunk. Idén ez, vagy tavaly évben ez 100 alatti 89 volt, ahogy azt említettem, csak lopás 206 volt 2010-ben. A város közterületein 35 bűncselekményt követtek el. Tehát ami kívülálló számára érzékelhető, és nem sértett, és esetleg a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásolja, ez 35 ilyen bűncselekményt regisztráltunk. Ha ezt hónapokra leosztjuk, akkor ez nem érje el a hármas ügyszámot. A legjellemzőbb az általában a lopás szokott lenni, ebből 18-at regisztráltunk a tavalyi évben. Ez 206 volt, ahogy mondtam, 2010-ben, tehát ezek mind nagyon komoly eredmények. Sorozat jellegű ügyünk egy volt a tavalyi évben, ez egy szerszámlopásos ügy volt, amikor sajnos nagyon komoly sértetti közrehatás is kellett ahhoz, hogy az elkövető ezeket a bűncselekményeket meg tudja valósítani. Minden gépjármű, amiből a szerszámokat, szerszámgépeket ellopták, azok nyitott állapotban voltak, volt, amelyik szó szerint nyitott állapotban volt, tehát még az ajtó sem volt becsukva, és ez a korábban még nem büntetett helyi férfi ezt kihasználva az éjszakai órában tulajdonított el több millió forint értékben szerszámgépeket. Mi volt a célja ezekkel a lopásokkal? Eredetileg értékesíteni akarta, de vélhetően félt a lebukástól, és a sértettek és a mi szerencsénkre fölhalmozta, és a házkutatásnál gyakorlatilag valamennyi tárgyat le tudtuk foglalni, és a sértetteknek vissza tudtuk adni, és mi már be is fejeztük a nyomozást egyébként ebben az ügyben, és az ügyészség a vádiratát a múlt héten meg is küldte részünkre. Igazából ilyenkor kerek a rendőri munka, amikor nem csak az elkövető van meg, hanem egy lopásnál az eltulajdonított értékek is feltalálásra kerülnek, és a sértettek részére visszaadásra kerülnek ezek a
tárgyak, és hát ezt remélem, hogy a tévénézők is okulnak másoknak a hibájából, és a jövőben zárják, mert egy adatokból is látszik, egy biztonságos város Balmazújváros, de soha nem lehet tudni, hogy mikor kerül ide valaki, vagy gondolja úgy valaki, hogy jogsértést kíván elkövetni. Ez az ügymenet milyen időtartam, vagy a felderítés, illetve amíg megtalálták a tolvajt, az elkövetőt? Ez több hónapos nyomozás eredménye volt, mint mondottam, nem volt ismert előttünk a személy, tehát nem büntetett előletű elkövetőről van szó, illetve mivel nem adott el semmit ezek közül az értékek közül, így az értékesítési vonalon sem sikerült ezeknek a tárgyaknak a nyomára jutni. Az az igazi sziszifuszi, aprólékos nyomozói munka volt és a kollégáim leleményessége, ami alapján aztán sikerült az elkövetőt tetten érni a közszereti szolgálatnak, majd utána a bűnügyi szolgálat pedig a nyomozás során sikeresen felderítette és levizsgálta ezt a ügyet. Esetleg lehet tudni, hogy megélhetési problémái voltak, hogyha nem volt előtte bűnelkövető, nem volt látókörbe, nem volt büntetett előéletű, ilyenkor valami indok felszínre kerül? Az a klasszikus köztudatban lévő megélhetési bűnözés az nem volt rá jellemző. Milyen egyéb bűncselekmények voltak még, vagy bármi, ami ugye a rendőrség körébe tartozik ebben az évben, illetve összehasonlításos alapon? Hát a szokásos jogsértések, a garázdaságok, tesisértések azok ugyanúgy jelen voltak 2021-ben is, de kevesebb számban, mint 2020-ban. Tesisértésünk az például 11-ről 3-ra csökkent, ezen belül a súlyos tesisértések számra 10-ről 3-ra. A garázdaságok azok 3-ra estek vissza a korábbi évi 5-ről, illetve a lakásbetörésünk emelkedett némileg, ez 4-ről 5-re, tehát gyakorlatilag nagyon alacsony számokkal dolgozunk, és itt nyilván a százalékos értékeket nem is érdemes nézni. Ilyen kevés ügyszám mellett hatékonyan dolgoztak a kollégáim, mind a nyomozás, mind a felderítés eredményesség tekintetében nagyon komoly, és a kapitányság eddigi történetének legeredményesebb évét tudhattuk e tekintetben is magunk mögött. Nyomozás eredményességi mutatón 90,4% volt, míg a felderítési 75%, ez utóbbi országos összevetésben az ötödik, az előző a nyomozás eredményesség pedig a nyolcadik helyet eredményezte, hogyha a kapitányságok virtuális rangsorát nézzük, és itt több mint 130 szárazföldi kapitányságról beszélünk, a vízirendészeti kapitányságokat nem említve. Tesisértésben valamennyit felderítettük, garázdaságokat szintén, lopásokban 76,6, míg a lakásbetörésben 87,5%-os eredményességet sikerült elérnünk. Tehát a bűnügyi állomány, és hát nyilván teljes állomány, hiszen ez egy közös munka, a kapitányság történetének legeredményesebb évét zárta, ami nyilván köszönet érte a munkatársaknak. Mi lehet az oka ennek a számadatcsökkenésnek? Tulajdonképpen minden visszafele szorult. Meghatározó volt a Covid, hogy az emberek egy kicsit visszább vonultak otthonaikba? Biztos kimutatható ez is, bár ha visszaemlékszünk rá, 2021-ben már azért voltak lazítások, a 2020-as év az talán még szigorúbb volt. Néhány szám adott a Covid-hoz, hogy milyen egyéb leterheltségünk volt. 775 állampolgárnak lett elrendelve karantén 2021 évben, hogy több mint 8000 alkalommal kellett ellenőrizni. Mindenki végezzen egy gyors fejszámolás, hogy napi szinten milyen leterheltséget jelentett az állománynak. Meg kellett küzdeni az állandóan változó jogszabályi környezettel, néha péntek délután jött ki egy-egy rendelet, hogy másnaptól vagy hétfőtől hogyan kell alkalmazni. Nagyon komoly leterheltséget jelentett, és mindezek mellett sikerült ezeket az eredményeket elérni. A bűnözés az egy társadalmi jelenség, nagyon sok összetevője van. Ha jól alakulnak a számadatok, mint a tavalyi évben, az nem csak a rendőrség érdeme, bár nyilván nekünk van benne a legnagyobb feladatunk. Nem mindegy, hogy milyen a gazdasági környezet, a foglalkoztatottság. Az építőipar az elmúlt években nagyon komoly anyagi lehetőségeket biztosít a benne dolgozóknak, és ezek mind közrehatnak. Korábban a közmunkaprogramnak a magas szintű felfutása szintén azt eredményezte, hogy sokan biztos jövedelemhez jutottak, még ha nem is magashoz, de nem otthon voltak, biztos jövedelmük volt, és ezek egyértelműen tetten érhetők voltak a bűnözés alakulásában.
A közúti balesetek milyen százalékban csökkentek, vagy milyen helyet foglalnak el? A közúti balesetek nem csökkentek. Ez az egy olyan szegmensünk van, ahol nem értünk el javulást. Sajnos tavaly évben volt egy halálos kimenetelű balesetünk, amely Darassa környékén, tehát Balmazújváros külterületén következett be, ahol a elgázolt hölgy a helyszínen életét vesztette. Ezen kívül az illetékességi területen még kettő halálos kimenetelű balesetünk volt, ott a másik két ügyben is, az egyik egy gyalogos gázolt, akár a másik szintén kerékpáros volt, ami érdekessége, hogy a gépjárműveket vezetők egyikük sem az illetékességi területünkön lakó személy volt. A egyéb balesetek tekintetében a súlyos baleseteknek a száma 2-vel csökkent, viszont a könnyű balesetek száma pedig 9-el nőtt, így összességében több személyisérüléses közlekedési balesetünk volt, mint az előző évben. Több az autó. Alapvetően ez már meghatározza, mindig azt a példát szoktam mondani, hogy ha egy szobába két gyerek szaladgál, akkor ritkán fog egymásnak neki menni, hogyha ugyanabban a szobába 20 gyereket rakok, akkor ott sokkal több lesz. Önmagában már ez is végig kell menni a város utcáin, és lehet látni, hogy nagyon sok helyen már kettő gépjármű van egy családban, sokkal nagyobb a forgalom, és hát igen, a szabálykövetés, a türelmetlenség, ezek mind közrejátszanak abban, hogy több a baleset. A baleseti főokok azok nem változtak, elsőbség, sebesség és a kanyarodás. Nyilván ezek a legveszélyesebb manőverek a közlekedés során, de ezek azok, amik a legtöbbször a balesetek bekövetkezéséhez vezetnek. Tehát az időjárás az nem meghatározó igazán a balesetek voltak évek, amikor direkt figyeltük, és de. Azt kell, hogy mondjam, igen, amikor nagyon komoly fronthatások vagy drasztikus időjárás változás van, akkor bizony valamilyen szinten kimutatható az, hogy több a baleset. A képviselőtestületi ülésen polgármester úr kiemelte, hogy ez egy nagyon biztonságos város, itt hajnal 2-kor is nyugodtan lehet kerékpárral közlekedni, az utcán sétálni, hiszen biztonságban vannak az emberek. Vajon ez minek követhető, a szabálykövetésnek, vagy alapvetően ez egy csendesebb, nyugodtabb város? Kapitányként hogyan értékeli ezt, vagy látja nyilván az elmúlt évek tükrében? Én úgy gondolom, hogy egy szabálykövető városról beszélünk. A lakosság hozzáállása olyan, hogy nekünk 35 közterületi bűncselekménnyel kellett dolgoznunk a tavalyi évben, amit ott is megköszöntöm a képviselőtestület előtt, és most itt a tévékamera előtt is meg kell köszönnek a lakosságnak, hogy ilyen szabálykövetés, törvénytisztelő életmódot folytatott 2021-ben is, hogy megkönnyítette a mi dolgunkat, és csak ennyi ügyel kellett dolgozni. És hát valóban, tehát amikor egy hónapban 3 olyan jogsértés történik a városban, ami a közterületen bárki által észlelhető, akkor valóban el lehet indulni kerékpározni, ha valakinek ahhoz van indítatása hajnal 2-kor. Milyen a kapitányság állománya, a képzettsége? Az eredmények úgy gondolom, hogy önmagukért beszélnek. Alapvetően egy régóta itt lévő stabil állomány, főleg a bűnügyi állomány tekintetében helyben lakók, tehát ismerik, hely személyismerettel rendelkeznek, de a rendészeti állományról is azt tudom elmondani, hogy meg van nekik az a hely és személyismeretük, hiszen anélkül ezt a munkát nem lehet végezni, amely biztosítja azt, hogy ezeket az eredményeket el tudjuk érni, és maximális köszönet nekik azért a munkáért, amit 21-ben is elvégeztek. Küzdenek létszámhiánnyal esetleg? Van létszámhiányunk, igen, ezt nem lehet tagadni, ahogy az országban máshol is a vagyoni helyzet, a kereseti lehetőségek a civil szférában, azért itt amit említettem, az építőipar is például olyan lehetőségeket nyújtanak, vagy kínálnak, hogy aztán ebből mennyi valósul meg, azt majd azok a kollégák tudják, akik kitagytak bennünket. Ez nyilván eredményezi azt, hogy vannak tőlünk távozók, vannak érkezők is. Mennyire jellemző most ennek a pályának az orientáltsága? Keresik, kedvelik, akár a fiatalok, tehát megvan még a varázsa? Az a régi varázsa talán nincs meg pontosan a részben az anyagi megbecsültség problématikája folytán is, de vannak jelentkezők. Most is a múlt héten itt volt az egyik helybeli fiatal kollega, aki heteken belül fog végezni a szakközépiskolába, ugyanígy egy nagyhegyesi kolléganő, aki szintén itt képzeli el a jövőjét a mi kapitányságunkon. Tehát van utánpótlás, mikor mennyi? Milyen tervek, feladatok vannak 2022-re?
Mindig azt szoktam mondani, akik látják a beszámolómat évről évre, hogy ezt már lejjebb vinni nem lehet. A hegyre mindig a csúcsig lehet menni, utána a lejtő jön. Én úgy gondolom, hogy ezzel a 89-es számmal körülbelül elértük azt a szintet, amit már nagyon nehéz lesz lejjebb tornázni, és nem feltétlenül azért lesz több esetleg, ha több lesz 2022-ben, mert az itt élők gonoszabbak lettek, nem követik annyira a törvényt, hogy az én kollégáim ügyetlenebbek lesznek. Minden területnek, minden városnak megvan a maga minimál kriminalitása, amit minden más egyéb tényező befolyásolhat. Itt van a háború, itt van az infláció, itt van azért egy olyan helyzet, amivel 45 óta nem találkozott egyik európai társadalom se, vagy többsége nem találkozott. Tehát ezek mind kihatással lehetnek arra, hogy a bűnözés hogyan fog alakulni. Az a célunk, hogy ezt az eredményt megtartsuk. Itt vagyunk május közepén, helyek közel ott tartunk, hogy ennek meg tudunk felelni, ennek a célkitűzésnek. Igen, ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy hogyan látja már az évet, hogyan alakul, illetve mire számítanak a nyár folyamán, hiszen azért a turizmus most már egyre többet fog megengedni. Így van, hát a Covid ellenőrzésektől megszabadultunk, viszont látható, hogy mindenki igyekszik bepótolni azokat a rendezvényeket, azokat az elmaradt fesztiválokat és egyéb közösségi összejöveteleket, amik az elmúlt két évben alapvetően kimaradtak, és hát nekünk erre kell készülni. Már tudjuk, hogy lesz motoros fesztivál Balmazújvároson, a gyermeknap itt van jövő héten, a harcsa paprikás főzőverseny, halászlé fesztivál, falunapok, Hortobágyon jövő héten lesz, a lovasnapok meg lesz tartva, hídi vásár, és így tovább, ahogy megyünk tovább az időben, és hát nyilván sokan fognak elindulni nyáron nyaralni, sokan jönnek majd ide a mi területünkre is, tehát ezeknek a ide látogatóknak a biztonságát, hogy felhőtlenül tudják tölteni az időt, a biztosítás az a mi feladatunk, és reméljük, ahogy az elmúlt években idén is fogunk ennek tudni maximálisan eleget tenni. Mi az, amit zászlóként, kapitányságvezetőként esetleg a lakosságtól kérne, vagy felhívna a figyelmet? Az utóbbi időben a csalások, és ezt a testületülésen is elmondtam, egyre inkább jelen vannak. Szinte alig van olyan hét, vagy volt olyan hét az elmúlt időszakban, amikor nem kellett nyomozást elrendelni emiatt, és nagyon komolyak a kárértékek. Egy ügyünkben most a legutóbbiban több mint 3 millió forint volt, amit az idősebb hölgytől interneten keresztül banki ügyintézése hivatkozással kicsaltak. Nagyon vegyék komolyan azokat a országos híradásokban megjelenő felhívásokat, amelyek a pénzintézetek és egyéb olyan szervezetek hoznak nyilvánosságra és tesznek közé, amelyben felhívják a lakosság figyelmét, hogy nem kérnek bankkártya adatot interneten, e-mailben, Facebookon és más egyéb helyeken, mert ezek a csalók ezeket a dolgokat használják ki, és pillanatok alatt néhány kattintással megszabadítják a sértetteket a több év alatt felgyűlemlett, megtakarított pénzeiktől, és nagyon nehéz utána ezeket visszaszerezni. Ezt látjuk most a legnagyobb veszélynek, meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy a 18 említett tavalyi lopásban az összkár nem volt annyi, mint ebben az egy csalási ügyben, és tényleg nagyon óvatosnak kell lenni. Ha bizonytalanok, akkor inkább kérdezzenek rá a banktól, kérjék a gyerekeiknek a segítségét, ők jobban képbe vannak ezekben a dolgokban, tehát ebben legyünk nagyon óvatosak és körültekintőek, inkább legyünk bizalmatlanok e tekintetben. A szerszámlopásos ügyre visszautalva legyünk kellően óvatosak, mert nem mindenki jár tisztességes szándékkal, és hát volt már korábban például Hortobágyon olyan, hogy idegenek tévedtek oda, és jó néhány éjszakai betörést megcsináltak, nem feltétlenül a helyiektől kell félni. Tehát az egészséges óvatosság az legyen meg, és akkor remélem, hogy 2022-t is hasonló számadatokkal tudjuk zárni. Balmazújváros turizmusa erősen megélénkült a mögöttünk álló egy évben. Közel ez az az időintervallum, hogy újra megnyithatta kapuit a Camilla Hotel a Covid alatt. Nem is késlekedtek a turisták, törzsvendégek, csak úgy, mint minden szállodának, a Camillának is volt egy törzsvendég magja, akiket a kínálkozó lehetőséggel lehetett mozgósítani. A közelgő születésnapról beszélgettünk Máté Lajossal.
Balmazújvároson a Camilla Hotelben vagyunk ismét, az elmúlt időszakban többször is látogattunk ide, hiszen rendezvények váltják egymást, és most egy egyéves születésnapra készül. De éppen mi is ez az egyéves születésnap? Igen, hát május 28-a ez a nevezetes nap. Akkor inkább onnan kezdeném, hogy az a cég, amelyik most a Hotel Camillát működteti, az 2020. december utolsó heteiben alakult, ott közvetlen karácsony előtt, és hát szándékolt célunk az volt, hogy ugye átvesszük a Camilla Hotel üzemeltetését, és hát nem csak ezt, hanem felépítünk egy olyan vegyes turisztikai portfóliót, amiben helye van különböző kategóriájú szálláshelyeknek, helye van programgazdáknak, helye van akár a fürdőnek is, helye van mindennek, ami turizmus Balmazújvároson. Megpróbáljuk azokat a vonzerőelemeket, értékeket összegerebézni, amit a városban és a környéken fellelhető. Ebből egy vonzerőt, egy élményígéretet gyúrunk, ezt megpróbáljuk pozícionálni, márkázni, és hát utána egy olyan marketing kampánnyal útjára engedni, ami hosszú távon megteremti Balmazújváros ismertségét, elismertségét a turisztikai piacon, és tartósan hosszú évekig vendégeket generál. Tehát nagyjából ez a mi célkitűzésünk, tehát egy turisztikai destináció menedzsment szervezetként való működés. De hogy a szállodáról beszéljünk, nyilván ez egy folyamat, és hát ennek első eleme az, hogy üzemeltetésbe kell vonni azokat az egységeket, amik a turisztikai piacon érdeklődésre tarthatnak számot, és képesek eredményesen működni. Ugye a 2021-es év úgy indult, hogy Covid-ban voltunk. Ez nem csak azt jelenti, hogy egy világjárvány határozta meg az életünket, hanem hogyha a turizmusra tekintünk, és külön a mi helyzetünkre, hát nem lehetett működni. Ugye a hatósági tiltás alá vonták az egész turisztikai szektort. Ennek nyilván máig érezhető hátrányai vannak, hisz olyan tőkehiány alakult ki az iparágban, ami talán még sosem volt, és olyan módon összezilálta az eddig hát szabályozott rendet, kapcsolatrendszert és minden más szakmai munkát, hogy mindent újra kellett struktúrálni. Így volt ez nálunk is, hisz itt az előző üzemeltető az tönkre is ment részben ebbe. Nyilván más okai is voltak, de mondjuk úgy, hogy a Covid nem segített abban, hogy azt a hátrányt, amit az évek alatt összeszedett, azt a sikerrel lemenedzselje. Ugye új cég alakult erre a célra, és hát elkezdtük a helyzetet olyan módon kezelni, hogy amíg nem lehet működni, addig azt az örökölt állapotot, amit itt az előző üzemeltető hagyott hátra, ennek a hátrányait kiküszöböljük, rendbe raktuk a házat, egy csomó mindent meg kellett vásárolni, be kellett szerezni, rendbe kellett hozni, meg kellett javítani. Ugye mondjuk úgy, hogy Covid alatt erre azért jobban van lehetőség is, hisz nem kell a vendégekkel foglalkozni, ugyanakkor persze, hát bevételt meg nem tudott a ház termelni, és meg költségei azért voltak. És hát teltek múltak a hónapok, ugye mindenki abba bízott, hogy mi hamarabb el tudja kezdeni a működést, ki tudja nyitni a kapukat, és jönnek majd a vendégek. Megjegyzem, a vendégek szerettek is volna már jönni, mert azért hónapokat eltölteni ebbe a bezártságba azért nem kellemes nyilván senkinek. És hát májusban jött el az a pillanat, amikor egyáltalán gondolkodni lehetett azon, hogy kinyitunk, hisz addig nem lehetett hatósági tiltás miatt. És hát innentől kezdve pedig azt néztük, hogy lehetőség szerint a szállod akkor nyisson ki, amikor vendég is van, rögtön bevételt termel, és a jelentős költség nem viszi el azt a kis cashflow-t, amivel útjára indította a város ezt a céget, hiszen azért olyan nagy hozományt mi nem kaptunk itt induláskor. Nyilván
ez is egy helyzet, amit kezelni kellett. Lényeg az, hogy sikerült. Kijelöltünk egy időpontot, és az a május 28-a volt, amikor azt mondtuk, hogy igen, összeállt minden, rendbe raktuk a házat, amennyire lehetett, ahhoz, hogy egyáltalán vendégeket tudjunk fogadni, és egy marketing kampány keretében kinyitottuk a kapukat, hál' Istennek teltház is lett, és hát onnantól kezdve nyilván az, hogy a fürdő nem tudott velünk együtt ebben az időpontban kinyitni, ott még másfél hónapig tartott az időszak, amíg az engedélyeket megszerzik, ez nem segítette a mi startunkat, de ennek ellenére is azt lehet mondani, hogy utána egy nagyon erős főszezon következett, és hát gyakorlatilag az egész éves működés az meglehetősen jól sikerült, eredményesen zártuk az évet, éppen most lesz a mérlegbeszámoló időpontja jövő héten a képviselőtestület előtt, és hát örömmel fogok tudni beszámolni arról, hogy nem csak önmagunkhoz képest, hanem a vállalt tervünkhöz képest is jobban működött a ház, illetve a cég az előző esztendőben, hisz a 2021-et a tervezett eredmény fölött tudtuk zárni. Ez az egyéves évforduló vagy ünnep, illetve a hétvégével, amivel készülnek, milyen telítettséget hoz a hotelnek, illetve hogyan sikerült a vendégeket újra visszacsábítani, rávenni, hogy pihenjenek, jöjjenek, vagy ki voltak éhezve a vendégek már a bezártságot követően egy kis más jellegű pihenésre? Igen, ugye az, hogy önmagában az, hogy be vagyunk zárva, és mindenhol maszkot kell hordani, meg fertőtlenítőszerbe kell fürdeni, gyakorlatilag ezt senki nem szereti hosszú távon elviselni. Ez meglehetősen frusztrálja az embert, és nagyon vágytak már az emberek arra, hogy lehessen menni. Nyilván az is döntő volt ebben, vagy fontos volt ebben, hogy időközben a szép kártyákon nőttek azok az összegek, amit kafetéria keretében az emberek kaptak, és hát megvolt a forrás is, hogy ezt értelmesen tudják elkölteni. És hát nem szeretek erről beszélni, de mégiscsak meg kell említeni, hogy a Covidnak, ha lehet így fogalmazni, volt az a járulékos haszna, hogy az embereket a természethez visszafordította. Ugye régen volt egy francia jelszó, hogy vissza a természethez. Hát mi ezt kicsit átértelmezve, de a magunk helyzetére, esetére alkalmazva egy vezérmondatnak tekintettük. Egész egyszerűen azért, mert Balmazújváros gyakorlatilag körülöleli a Hortobágyi puszta, a Nemzeti Parkkal gyakorlatilag teljesen szomszédos, és hát mikor mi pozícionáltuk magát a házat, a szolgáltatásait, és azon gondolkodtunk, hogy egyetem milyen célcsoportoknak, milyen vendégkörnek kínálhatjuk mi magunkat, akkor adott volt az, hogy nekünk ezt a természetközeliséget, ezt kell az ászlónkra tűzni, nem Debrecennel kell, és nem Hajdúszoboszló szolgáltatásaival kell versenyezni, hanem egy saját kínálatot kell felépítenünk, azt kell bemutatni, hogy ez mennyire értékes, mennyire itt van, mennyire elérhető, hisz karnyújtásnyira van ezektől a nagyvárosoktól. És ahogy mondtam, a Covid után az embereknek volt hajlandósága ilyen területekre menni. Előbb csak kényszerből, aztán rájöttek, hogy hát lehet azt is élvezni, ami a Hortobágyon van, hogy azt a csendet, azt a nyugalmat, azt az igazi természetet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a hatás, ez azért tartós lesz, mert az emberekben egy olyan változást indított el, ami eredményeként a jövőben sem feltétlenül akar majd mindenki a legnépszerűbb turisztikai célok ra utazni és hajszolni azt, hogy nevezetes helyeken szelfizzünk, hanem keresik azt az életérzést, hogy ebben a nagyon, nagyon lüktető és túlterhelt világban, amiben az emberek ma működnek és eredményesen kell, hogy dolgozzanak, ebben felértékelődnek azok a hosszú hétvégék, amikor
egy kicsit le lehet lassulni, egy kicsit magunkra tudunk figyelni. Erre a Hotel Camilla és Balmazújváros, a Hortobágyi Nemzeti Park, és hát itt a fürdő szomszédságában az éltető gyógyvíz kiváló lehetőségeket teremt. Akkor mégis inkább a passzív pihenés a jellemző, tehát az emberek szeretnek a házon belül lenni, az itteni szolgáltatásokat igénybe venni, pihenni. Igen, azt tapasztaljuk az eddigi működés során, hogy bár az emberek szeretik a modern világ összes vívmányát, szeretik, ha kényelmes az ágy, szeretik, ha tiszta a fürdőszoba, ha finom az étel, és úgy általában nem rosszabb körülmények közé szeretnek menni, mint amiben minden nap élnek. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az a vendégkör, aki hozzánk érkezik, azok tényleg erre vágynak, erre a nyugalomra, őszintén szóval hagyják őket békén, legyen minden szépen meg, de ne nagyon háborgassák, ezt mi be is tartjuk. Nyilván ezek a vendégek is azért időről időre igénylik azt, hogy legyenek csúcspontok az érkezésükben, ez az élményígéret része. És egyébként a most megcélzott születésnapi bulival is ez a célunk, hogy legyen egy alkalom, amikor egy több emeletes születésnapi tortát egy pezsgőkoktél kíséretében a vendégeknek föltállalunk, és hát legyen egy buli, ahol meg lehet élni azt, hogy egy éve nyitott ki a Hotel Camilla. Mert hogy ettől kezdve ezt a napot mi az újkori létezésünk, működésünk születésnapjaként éljük meg, és így is definiáljuk, és mi ezt szeretnénk a jövőben egyre népesebb vendégkörrel együtt megünnepelni. Az elmúlt időszak vagy egy év sikereinek és a visszatérő vendégeknek köszönhetően, szolgáltatásoknak köszönhetően jelenleg milyen helyet foglal el a szálloda a palettán? Igen, hát ugye Balmazújváros a Grand Debrecen turisztikai destináció része, de hát ebben sok település van, Hajdúszoboszló is, Hortobágy is, sőt még a Tiszató is. Tulajdonképpen is ebben van Balmazújváros. Mi alapvetően azt gondoljuk magunkról, hogy hitelesen tudjuk közvetíteni, képviselni mindazt az értéket, amit a Hortobágy jelent, és nyilván a fürdőkultúrát is, hisz gyakorlatilag ugyanaz az értékes gyógyvíz van itt is a medencében, mint Hajdúszoboszlón. Ugyanakkor nyilván Debrecennel ellentétben mi nem a nagyvárosi létet, a nyüzsgést képviseljük és kínáljuk, sokkal inkább a tiszatavi természethez közeliséget. És miután ezek a helyszínek nincsenek messze egymástól, gyakorlatilag úgy is el lehet képzelni, hogy ezeket a helyszíneket végigjárva egy 3-4 nap alatt a vendégek úgy igazán megmerítkezhetnek a természetes világban. Én egyébként azt látom, hogy a vendégkörünk nagyon dinamikusan fejlődik, ugye azok után, hogy itt a korábbi üzemeltető sajnos nem tudta működését tovább folytatni, voltak nehézségeink, ezt őszintén el kell ismernem, hisz azok az adatbázisok, azok a vendégkapcsolatok, amik korábban megvoltak, ezeket újra kellett építeni. De hát azon voltunk az elmúlt egy évben, hogy ennek a hátrányát az idén már ne érezzük, és én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon aktív marketing munkával el is lehet jutni. És hát egyébként meg azt gondolom, hogy ha valaki bármilyen turisztikai desztinációban olyat kínál, amit a másik szolgáltatónál nem talál meg, tehát nem próbál sztereotíp megoldásokkal operálni, hanem valamiféle egyediséget tűz az ászlóra, és ennek megfelelően rendezi be a mindennapjait, kommunikál, építi fel vendégkörét, és végzi a marketing tevékenységét, akkor ez meghozza a gyümölcsét. Nem olyan nagy ez a ház, hogy ne lehessen megtölteni azokkal az emberekkel, akiknek nem az ismert turisztikai célpontok kellenek.
És hát nyilván azért számítunk arra is, hogy előbb-utóbb a külföld is megnyílik, tehát itt azért akár a szlovák, akár a lengyel, román vendégek majd, amikor már szabadon, nyugodtan lehet utazni, és mindenféle kockázat nélkül tehetik, akkor meg is találnak majd bennünket. Jelenleg honnan érkezik a vendégkör, lehet ezt így tudni? Igen, zömmel magyar, tehát belföldi vendégkörünk van. Esetenként vannak külföldiek is, hisz járnak hozzánk a Hortobágy kapcsán madármegfigyelők, vadászok is akár, horgászok és mindenféle olyan turista, aki kötődik ehhez a világhoz. Illetve hát itt a környéken nyilván főleg agrárcégek vannak, számos céges kapcsolatunk is felépült az elmúlt időszakban, ők rendszeresen járnak különböző céges meetingekre, céges eseményeket lebonyolítani hozzánk. A küldőterület szempontjából alapvetően az északi megyék és hát a mondjuk Budapest a fő küldőterület, de Dunántúrról is számosan érkeznek már. Ugyanakkor én azt látom, hogy azoknak a szálláshelyeknek van igazából esélyük a küldőterületet kitágítani az egyórás autóúton túlra is, ahol hamarabb komplementer szolgáltatást nem talál. Ez a fürdő szempontjából mondjuk úgy, hogy meg lehet Hajdúszoboszlón, tehát lehet, hogy mondjuk egy parciumi, egy erdélyi turistának vonzó lehet Hajdúszoboszló is, de ha rögtön azt mondom, hogy itt teljesen más a tempó, más a légkör, más a közeg, amiben a vendég érkezik, akkor ez sem feltétlenül igaz. De azt a fajta természetességet, ami itt Balmazővárosban megtalálható, azt más fogadóhelyek, mondjuk úgy, hogy azon a területen, ahonnan mi várjuk a vendégeinket, nem igen kínálják. Milyen szezonra számít? Nyilván már a foglalások láthatóak, vagy már nagyjából körvonalazódnak? Igen, hát ugye tavaly évben mondtam, hogy volt ez a nyitásunk május 28-án, utána egy picit visszaestünk, mert hogy a fürdő nem tudott időben nyitni, de aztán július közepétől pedig egy iszonyatos vendégforgalom jellemzett bennünket, tehát tényleg szinte folyamatosan tele voltunk. Az ősz az hozott némi korrekciót ebben, és főleg az, hogy novemberben a Covid megint fellángolt, és ez a céges érkezések számát visszavetette. Ugyanakkor jól indult az idei esztendő, és hát nagyon bizakodunk abban, hogy egy tavalyihoz hasonlóan erős főszezon vár majd bennünket. Nyilván vannak aggályaink. Engem is aggaszt az inflációs nyomás, ami jellemzi ezeket a heteket, aggaszt a környezetünkben lévő háborús helyzet. Számos olyan dolog van, ami a turizmus egy ilyen szeizmográf, nem szereti a nyugtalanságot, a bizonytalan dolgokat, leképez minden ilyesmit, de azért bízom benne, hogy most is erősebb lesz az emberek utazási vágya, hajlandósága, és hát nagyon, nagyon komoly és nagyon, nagyon dinamikus marketing munkát végzünk folyamatosan. Ennek eredményeként én azt gondolom, hogy a szezonnal nem lesz az idei esztendőben sem probléma. Most ezt a születésnapot meghirdettük, ez így pünkösd előtti hétvégén egy teremt arra lehetőséget, hogy azokkal a vendégekkel, akikkel kinyitottunk tavaly, találkozhassunk, és aztán pedig jön a pünkösd, ami önmagában is az újjászületésről szól. Az egy háromnapos hosszú hétvége lesz ünneppel, már arra is nagyon sok vendégérkezésünk van, úgyhogy én óvatosan, de nagyon bizakodó vagyok a folytatást illetően. Kérdeztem az imént, hogy milyen helyet foglal el a szálloda a
a ranglistán, de azért én itt tudom a háttérben, hogy pályáztak, vagy pályázatot írtak, nem is tudom, hogy hogy zajlik ez pontosan. A minősítés szempontjából azért szépen halad előre a Camilla Hotel. Igen, ugye két egységünk van jelenleg. A szálloda és üzemeltetünk egy korábban közösségi szállás kategóriába sorolt szálláshelyet is, ami most már panzióként működik, mindegyik a Camilla nevet használja. Nem titok, ez lesz a balmazővárosi turizmus márkája, brendje. És hát rögtön azt kell mondanom, hogy ugye korábban nem volt kötelező a minősítési folyamat, nem is végezték el. Azt kell, hogy mondjam, a ház eddig is ugye tudja, véleményem szerint tudja a 4 csillagos szintet, de ezt hivatalos tanúsítvány nem erősítette meg eddig. Most viszont ettől az évtől kötelező valamennyi kereskedelmi szálláshelynek minősítetnie magát, és ez egyébként a jövő héten fog lezajlani mind a két egységünkben. Nyilván ez nem csak annyi, hogy hát szerintünk ez megvan, hanem ez egy auditált folyamat, rengeteg, több mint 100 ismérvel, ismérvet kell vizsgálni, és hát gyakorlatilag egy checklistán végigmenni, azon túl, hogy a bíráló bizottság az személyes benyomásokat is akar szerezni a ház működésével kapcsolatban, de én megmondom őszintén, hogy nagyon meg lennék lepődve, hogy ha a 4 csillagos minősítést nem kapná meg a Camilla, és hát a panzió sem volt eddig minősítve, ott pedig a 3 csillagot tűztük ki célul. Azt kell tudni, hogy ezek a minősítések azon túl, hogy egy egységes rendbe szervezik a szálláshelyeket, összevethetők lesznek ezek a szálláshelyek egymással. Ugye ez egy olyan késztetés a működtetőknek is arra, hogy ennek folyamatosan megfeleljenek, ami a hétköznapok gyors vendégfogadása mellett elsikkadhat. Úgyhogy én ennek a magam részéről örülök, még akkor is, ha kötelező, és akkor is, hogyha ez több millió forintos költség kihatással járt az elmúlt hónapokban, mert hogy valljuk meg őszintén, itt a kritériumok már a néhány évvel korábban lévőkhöz képest is változtak, mint ahogy az élet fejlődik, a vendég elvárásai is nőnek, úgyhogy ezeknek meg kellett felelni. Ez kiadással jár, de hát nyilván jó lesz majd, hogyha ezen túl leszünk, és azt lehet mondani, hogy egy újabb fontos állomásához érkezett a balmazővárosi turizmus, mert 2 minősített szálláshelye lesz. És hát várjuk a továbbiakban pedig annak a turisztikai szervezetfejlesztésnek a következő lépéseit, ami miatt én a személyes sorsomat is összekötöttem Balmazővárossal. Jelesül, hogy itt az a TDM szervezet, amit már Hajdúszoboszlón létrehoztunk, jöjjön létre, legyen egy olyan kapcsolata az itt működő turisztikai szolgáltatók, programgazdák, valamennyi turisztikai szektorban érintett között, hogy ez egy egységes egészet alkotva, hitelesen és vonzó módon közvetítse a város és a térség értékeit valamennyi ideérkező és érdeklődő vendég számára. Ezek a minősítések mennyiben emelik az árakat? Van-e összefüggés? Igen, nem direkt összefüggés van, de valóban van összefüggés. Én azt gondolom, hogy ez is egy picit közhely, hogy vagy a nagyon olcsó, vagy a nagyon drága működik igazán jól. A kettő között az egy olyan vegyes halmazott, azért vannak az üzemeltetőknek gondjai, problémái. Egész egyszerűen arról van szó, hogy nagyon sok vendég, amikor szállodát keres és célpontot keres az utazásához, akkor a különböző adatbázisokban, mikor szűkít, már nem is keres rá 4 csillagnál kisebb vagy alacsonyabb besorolású szálláshelyre. Tehát egész egyszerűen, aki ezt a csillagszámot nem tudja, az egy bizonyos piacról ki is fog szorulni. És hát ez rögtön hozza magával azt is, hogy az árat sem lehet akkor kérni, hogyha a szolgáltatási színvonal, a minőség nem üt meg egy bizonyos mértéket. Miközben a bérek ugyanúgy nőnek, a
a gáz és áramdíja ugyanúgy nő, az élelmiszert ugyanolyan áron kapja mindenki, csak egész egyszerűen a jövedelemtermelő képességre hat negatívan az, hogyha egy szálláshely alacsonyabb szolgáltatási kategóriában működik. Tehát kvázi ott sokkal többet kell dolgozni, sokkal kevesebb haszonért. Úgyhogy mi is ezt tűztük ki célul, hogy sok vendéget szeretnénk, de nem szeretnénk elkótyavetyélni a ház értékeit. A társadalom erősen digitalizálódott az elmúlt években. A járványhelyzet magával hozta, hogy az emberek számítógépen, laptopon, telefonon dolgoztak otthonaikból. Akarva, akaratlan mindenki arra kényszerült, hogy ezen technikai eszközökkel vagy ezeken keresztül kommunikáljon. Háttérbe szorult a családi élet, a gyerekek, a személyes kontaktus. A fejlődés mindig jó, de az emberi kapcsolatok felértékelhetetlenek. A Semsei kastélyban elhagyott gyermekek címmel nyílt kiállítás szerdán délután, aminek a felvázolt élethelyzet adott témát. A tárlat június 11-ig tekinthető meg. Egy igen elgondolkodtató témájú kiállítás megnyitón vettünk részt Balmazújvároson a Semsei kastélyba. Ennek a címe Elhagyott gyermekek. Mi ihlette ezt a témát, ezt a komoly gondolatsort? Tulajdonképpen Lengyelországban minden harmadik évben van egy nemzetközi kiállítás, ahol témát írnak elő. Két évvel ezelőtt írták ki a Furcsa 21. század című témát, amit két és fél oldalban kifejtettek. Ezek között volt a témaválasztás lebontása között a gyereksorsok Európában. És ahhoz még jó néhány tényadat, statisztikai adat, pszichológiai vizsgálatok jelentek meg a szövegben, és én ezt választottam, úgyhogy több debreceni művésznek van, most éppen most zajlik ez a kiállítás Psemisben, Lengyelországban, és annyira elragadott a téma, hogy nem csak azt a hat képet festettem meg, amit oda elküldtünk, vagy elküldtem, hanem tovább vittem, és egyik ötlet szülte a másikat, és hát rettenetesen, nagyon nehéz elhinni, de nagyon beleszerettem ebbe a témába. Miért pont ezt a témát választotta? Volt valamilyen családi érintettség, baráti, vagy csak egyáltalán a gyerekeknek a sorsa? Tehát azért végignézve ezeket a képeket, nagyon komolyak. Hála jó Istennek semmi családi probléma, és ilyen fajta bánatot nem éltem meg. Viszont 40 évig tanítottam, és az utóbbi 15 évben kezdődött az, hogy a gimnazista lányok úgy nyilvánultak meg a gyerekneveléssel és a gyerekvállalással kapcsolatban, ami mellett meg kellett állni, és el kellett nekik mondani, hogy mi vár arra az emberre, aki lehetőségeit nem kihasználva nem vállal a gyereket. Úgyhogy igazából tényleg úgy gondoltam, ahogy itt a kiállítás megnyitóban elhangzott, hogy a fiatalokat kellene figyelmeztetni arra, hogy egy ilyen gazdag században, mint a 21. század, tehát mindenféle kütyű rendelkezésünkre áll, hogy mennyire fontos az, hogy gyereket neveljünk, vigyázzunk a gyerekekre, figyeljünk oda a jelekre, és ne hagyjuk, hogy olyan élmények érjék a gyerekeket, amelyek után sérült felnőttek lesznek. Társadalmi problémát próbált megragadni, és nem feltétlenül a valóságban elhagyott gyerekekről beszélünk, hanem a magára hagyott gyerekekről, a társadalom vívmányainak köszönhetően, tulajdonképpen már önállóan nevelkednek a születést követően? Igen, tulajdonképpen igen, mert hogy én azt gondolom, hogy amikor senkit nem akarok megbántani, de amikor a játszótéren az édesanyja a telefont nyomogatja, és megfogja egy bácsi a gyerekek kezét, és elviszi, akkor arról igenis nagy részt a felnőtt tehet. Én tudom, hogy nem lehet egy témát
ráhúzni valamilyen átlagos eseményre, mert kettő eset sem egyforma, de igen, valóban. Én erről sokat olvastam egyébként, hogy a megosztott figyelem, hogy ma már ebédelés alatt is a telefont nyomkodják a fiatalok, ötféle dolgot csinálnak egyszerre, és ez átmegy a felnőtt korba, és úgy zajlik a családi élet is, hogy mindenki ötféle dologra figyel, és egyszer csak a leglényegesebb dolog sérül. Gondolja, hogy akiket meg akart szólítani, ezekkel a festményekkel célba tud érni? Nem tudom. Délelőtt beszélgettünk a férjemmel Radnótiról, aki az egyik eklógájában azt a kérdést teszi fel, hogy és mégis mit tehet a költő? Hát mégis mit tehet a festő? A festő csak azt teheti, hogy a maga eszközeivel elmondja, hogy ez nem jól van, véleményem szerint nem jó irányba haladunk, aztán, hogy ki fogja ezt dekódolni, ki fogja ezt megérteni, ki ért vele egyet és ki nem, az már nem az én asztalom, az már nem az én hatásköröm, úgymond. Milyen széles spektrumon tudja ezeket az alkotásokat megmutatni itt a kiállításon kívül? Ezt a kiállítást én vándorkiállításnak szántam, volt is már több városban, és igazából úgy kezdődött, hogy írtam művelődési házaknak, galériáknak, elküldtem egy komoly portfóliót erről, és nagyon kedvező fogadtatásban részesült, de mióta kitört ez a rettenetes háború, amely ezt az egész képanyagot átszövi, és egy másféle tartalommal is megtölti, azóta még több az érdeklődő, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy darabig majd még fut az országban. Azonos méretű képeket látunk, milyen technikával dolgozik? Én azt gondolom, hogy a művész szenvedély nélkül nem tud dolgozni. Nekem a legnagyobb szenvedélyem az, amikor egy 20 méterszer, 2,5 méteres akvarellpapírt végigborítok a műterem padlóján, és arra elkezdek tustintát borítani, vízfestéket, belelépek, fröcsögök, egyé válok a festékkel, és amikor ez készen van, utána a vázlatok alapján elvágom a papírokat úgy, hogy a fehérek jó helyen legyenek, és utána dolgozom pasztellel. Nagyon vigyázok arra, hogy ne legyen nagyon természetelvű, nagyon tárgyas, mert nekem sokkal fontosabb az, hogy egy képfelület, a festék felvitele, az meséljen elsősorban, és a sztori az a második vonalon jelenik meg. Mindegyik festő képvisel valamilyen stílust, ezeket hova sorolná? Nem tudom stílusban besorolni. Sokan mondják, hogy főleg az impressionista hatás érvényesül, de én azt gondolom, hogy ma olyan sokféle művészeti eljárás létezik, például itt az installációk is egy egészen más 21. századi párbeszédnek a eszközei, amelyek nem biztos, hogy visszavezethetők művészettörténeti korszakra, de biztos, hogy ez sem igaz így teljesen. Szóval én azt gondolom, hogy minden művész más. Nekem a mesterem azt mondta, hogy ne nézz jobbra, ne nézz balra, mert te úgyis csak úgy tudsz festeni, és úgy tudsz dolgozni, amilyen te vagy. És mivel minden művész másféle ember, máshogy mozog a keze, ezért minden művész úgy alkot egyedit, hogy az ő keze és az ő lelke jelenik meg a papíron. Úgyhogy ez az én filozófiám is, és ez a megjelenítési mód, ami én vagyok. Miért tartotta fontosnak, és mit szeretnének közölni ezek az installációk, illetve minden képhez van egy leírás, hogyha végigmegyünk és elolvassuk, eléggé megérintik az embert? Az a helyzet, hogy amikor ezek az installációk megszülettek a fejemben,
azt az előzte meg, hogy kezembe került, illetve hát az interneten került a kezembe néhány gyereknapló szövege. És egy részét felhasználtam, aztán én is elkezdtem írni ilyen gyerekszövegeket, mintha visszaemlékezne a gyerek, mert semmiképpen nem azt akartam, hogy itt egy gyászolásról legyen szó, hanem tényleg arról legyen szó, hogy ezt előzzük meg, a gyászeseteket, és figyeljünk oda arra, hogy mielőtt megtörténik a baj, mit tudunk tenni. Mert amikor már a gyerek leírja, hogy hogy erőszakolták meg, hogy zárták be, hogy kapott ki, milyen szövegek mellett bántalmazták, az már késő. Az itt kiállított képek közül melyik, ha lehet így fogalmazni, a kedvence, bár ebben a témában ezt így érdekes megkérdezni? De van kedvencem, mégpedig ez a kék kis autós kép a kedvencem, mert talán ott mentem leginkább egy olyan vizuális megjelenítés felé, ahol tényleg csak felsejlik a játék, felsejlik a tragédia, ez a foszló, bomló, elnyűlt világ, ahol a gyereknek boldognak kellene lenni, és mégsem az. Úgyhogy ez a kék autós, az a címe, hogy az övé. Egyszerre alkot, vagy előbb elkészít egy képet, és utána jön a következő ötlet? Ez így is van, meg úgy is van, mert az ember már ilyen idős korára tudja, hogy meddig koncentrál. Tehát, hogy mi az a koncentrált állapot, amikor semmi nem zökkent ki. Én már tudom, hogy ez nálam olyan 45 perc körül van, és hogyha tovább csinálom, általában már rontom. Na most, ha addig kiszalad valami jó, mert a Jóisten fogja a kezemet, akkor örülök, ha nem, akkor abba hagyom. És akkor újra előveszem. Van úgy, hogy közben már 3-at megfestettem, és újra előveszem. Olyan is van, hogy itt végignéztem a kiállításon, és azt mondanám, hogy hú, az nem jól van ott, például itt rögtön szemben. Az a szürke árnyék az ott nem jó, mert nem ott van térben, ahol kellene, de ezt csak most látom. Úgyhogy végül is a festés az egy ilyen, hát nyilván elsősorban szakma, másodszorban pedig bizonyos körülmények között jobban megszólalnak a képek, mint otthon a eléggé kicsi műteremben. Adásunk végén egy felhívás következik. A május 14-ére meghirdetett szemétszedés technikai okokból ezen a héten is elmarad, pontos időpontról később tájékoztatást adunk. Mai műsorunkat a Quantum tudományos magazinnal folytatjuk, maradjanak velünk!